Tegyél magadért! Ez a Naturi Podcast. Ez itt a Naturi Podcast 25. adása. Két hetente jelentkező műsorunkkal az egészséges életvitelhez adunk gondolatébresztő információkat. Szeretettel üdvözli a hallgatókat Turi Glória és Kis Tünde. A múltkor az egyik ismerősöm azt kérdezte a közösségi médiában, hogy illik-e megkóstolni a frissen befőzött eperlekvárt. És én akkor kaptam észbe, hogy fú, mindjárt vége az eper szezonnak, és én még nem főztem belekvárt, mert hát idén minden sokkal korábban érik, mint az előző években. Ugyan amikor ez a beszélgetés valós idejében adásba megy, az június elején, akkor már biztosan nem lesz eper, de jön a többi zöldség és gyümölcs egész nyáron, amiből ugye sokan betározunk valamennyit télire is. Azt tapasztalom, hogy egyre többen tartósítanak, főznek be, savanyítanak, fermentálnak, és valahogy így az utóbbi években megjött a kedvünk ehhez. Illetve talán az is közrejátszik ebben az új hullámban, hogy olcsóbb és egészségesebb is az, amit mi magunk teszünk el. Erről szeretnék ma veled beszélgetni, hogy milyen módon őrizhetjük meg a zöldségeket, gyümölcsöket hosszabb távon. Ugye már többször volt arról szó, hogy a Naturi üzemében ti is tartósítotok. Hát mit és hogyan? Igen, ez egy nagyon-nagyon jó téma, mert hogy sokan a tartósítás fogalma alatt ugye inkább az ipari eljárásokat azonosítják, pedig ugye otthon a nagymama is, meg mindenki próbálta meg a termésből megmaradt dolgokat térre eltenni, meg hát azért ne felejtsük el, hogy volt még egy korábbi időszak is, amikor azért nem nagyon volt hűtőszekrény, hanem csak pince volt, akkor igenis, hogy fontos volt, hogy a megmaradt terményeket valahogyan el tudjuk tenni, a napsugarait szoktuk szépen mondani, egy picit a hosszú télen is tudjuk élvezni. Amikor én tanultam, akkor nagyon egyszerű volt a helyzet, mert hogy a tartósításnál, ugye vannak az ipari tartósítás, meg vannak a tartósító szerek nélküli tartósítás, és ennek is két formája van, egyrészt a hőkezelés, illetve a hőelvonás. Tehát amikor hővel kezelünk, ez az asszalás is például, amikor egy kíméletes hőmérsékleten elvonjuk a vizet a termékből, ezt úgy szoktuk mondani, hogy a vízaktivitását csökkentjük annak a zöldségnek vagy gyümölcsnek, és így akár hosszú évekre el tudjuk tenni azt a gyümölcsöt vagy zöldséget. Szerintem ezt mindenki ismeri igazából, mert például vegetát, tehát ilyen zöldséget szoktunk ugye asszalni, és használunk a levesekbe, vagy ilyen kis krémeket is, tehát azt hiszem mindenki előtt ez ismert, illetve hát a lekvároknak a főzése. És ugye korábban mit csináltunk? Én is, tehát nekem is volt egy ilyen időszakom, hogy persze jó sok cukrot raktunk bele, illetve valamilyen sűrítő anyagot, egy pektint, és ezzel akkor tudtuk tartósítani a gyümölcsöket. Hát mi a Naturiban az asszalást használjuk, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én évek óta például nem kimondottan lekvárt készítek, hanem például a kajszi barackot, az eperet, vagy a paprikát egyszerűen asszalom, és utána, amikor szükségem van rá, akkor egyszerűen egy kis meleg vizet beleg vízbe beáztatom, utána turmixolom, és egyszerűen ennyi volt. És nagyon egyszerű, kicsi helyen elfér, ugye sokkal kisebb helyen tudom, és hát elég hosszan el lehet tárolni, tehát nyugodtan akár 3-4-5 éven keresztül. Így lehet eltenni. Nagy kedvencünk, vagy legalábbis nekem a medgy, de ugye a medgyből is nagyon sokféle fajta van. Én inkább nagyon szeretem a kicsit savanykásabb medgyeket, mert az egy kis édessel párosítva nagyon-nagyon finom ízharmóniát tud adni. Akkor azt mondod, hogy a lekvárok úgy önmagukban nem túl egészségesek, és hogyha mondjuk csökkentjük benne a cukormennyiséget, tehát nem azt a hagyományos értelembe vett 2 kiló gyümölcshöz 1 kiló cukrot adunk, variációt használjuk, hanem megpróbáljuk egy kicsit egészségesebben kevesebbet főzni, kevés cukrot beletenni. Én mondjuk nátszukrot használok nagyon-nagyon keveset. Hát nyugodtan lehet, tehát én nem mondom, hogyha a lekvárt készítünk, az egészségtelen szerintem. Ezek olyan ítéletek, vagy hogy mondjam neked. Én nagyon szeretném, hogyha a kedves hallgatók is megpróbálnának, akár egy ilyen kihívást is indíthatunk majd, hogy
legyen a június az ítéletmentességnek a hónapja. Tehát, hogy ne akarjuk megítélni a dolgokat előre, hogy ez számomra egészségtelen lesz, mert még mindig jobb, hogyha egy otthoni eltelt saját kis gyümölcsünket, és akár még cukrot teszünk bele, de mi magunknak főztük, és nincs telenyomva tartósítószerrel, vagy az a gyümölcs, ami nem lett agyon permetezve. Én úgy gondolom, hogy még mindig jobb, mintha valamilyen ilyen-olyan szerekkel elpakolt nagyüzemi lekvárt veszünk meg, de természetesen a nagyüzemibe is lehet jó minőségű. Tehát én nem tekinteném sem egyiket, sem másikat. Mindig nézzük meg az összetevő listát, ugye erről korábban már beszéltünk, volt egy ilyen adásunk is, hogy nagyon fontos, tessék elolvasni a címkét, hogy mi van rajta. Hogyha már ezt mondtad, akkor az asszalással kapcsolatban eszembe jutott, hogy amit lehet venni, mondjuk egy sárga barackot. Uh-huh. Gyönyörű, szép eredeti színét megőrzi, és akkor, amikor az ember megfordítja a terméktasakot, akkor a másik oldalán látja, hogy kénnel kezelt, ilyen-olyan vegyszerrel kezelt, mert amit otthon aszal az ember, hát az megbarnul. Igen. Így van. De nagyon érdekes egyébként, hogy például én évek óta asszalok kajszi barackot, nekem nagyon nagy kedvencem, és emlékszem, hogy amikor először csináltam, akkor végtelenül elkeseredtem, hogy úristen, ez egy milyen csúnya lett a végeredmény, de azt kell, hogy mondjam, fajtától is függ. Tehát nem mindegyik kajszi barack fog nagyon bebarnulni, van, amelyik egészen szépen tartja a színét, de nem kell elkeseredni, mert hogyha felhasználás előtt egy kis meleg vízbe beáztatjuk, és egy 10-15 percet akár hagyjuk, akkor ahogy turmixoljuk, képzeld el, visszanyeri a nagyon szép narancssárga színét. És szinte nem lehet megkülönböztetni azt, hogy ez most lekvár vagy nem. Mi például a zserbó kockánkat így készítjük, hogy nekem mindig van aszalt kajszi, beáztatom, amikor készítem így az élő sütit, leturmixolom, és belekenem, és tényleg olyan, mintha lekvár lenne. Holott ez csak egy aszalt kajszi barack volt, amit újra leturmixoltam, és gyönyörű színe van, tehát, hogy nyugodtan biztatom a kedves hallgatókat, hogy aszaljatok. Természetesen nagyon-nagyon sokfajta aszalógép van. Azért vannak ezek a nagyon-nagyon picikek kis aszalógépek, ők azért tudásban nem egészen tudják azt, amit már a nagyobb gépek, tehát akár a hőfokállítást, vagy az időzítéseket, ami esetleg fontos lehet, vagy maga az egész technológiája, a légkeverés, meg hogy vonja el a vizet, vannak akár a nyílt vagy a zárt rendszerűek is, tehát nagyon sokféle van. Én azért biztatok mindenkit, hogy érdemes kipróbálni. Nyár időben, hogyha valaki elmegy az üzemetek melletti utcában, akkor nem lehet letagadni, hogy ti itt működtök. Hétvégén is mennek a gépek, és érezni azt a nagyon-nagyon-nagyon finom gyümölcsillatot, ami innen kiárad. Hogyan érdemes asszalni, hogyha már így mondtad a technológiát? Nekem például van olyan ismerősöm, aki napon asszal. Igen, így van, lehet a napon is. Egyetlen egy dolog, és ugye vannak akár a napasztalók is, amik szenzációsak. Egy a hátulütőjük, hogy azért több napos órának kell lennie. Tehát azért jelen pillanatban, ha megnézzük a napokat, akkor most is meleg van, de például a mai nap is, amikor az adást készítjük, akkor délkörnyéken volt egy hatalmas jégeső. Tehát egyrészt ezeknek az asszalóknak zártaknak kell lenni, hogyha a pára, a víz ne csapodjon, tehát ne vizesedjen újra a dolog. És azért, ha jobban belegondolunk, akkor például, amikor egy kajszi barackot asszalunk, vagy egy paradicsomot, akkor bizony az nem 3-4 óra, hanem akár van, amikor 24 óra, vagy még több. Tehát például, amikor medgyet asszalok, vagy szilvát, vagy éppen a paradicsomot csak félbevágom, akkor bizony akár itt 24 vagy 36 óráról is beszélhetünk itt asszalási időkbe, és azért, ha belegondolunk, ennyit azért nem süt a nap. Tehát a napasszalóknál ez pedig egy picikét még hosszabb. Illetve amit a napasszalónál nem tudunk, hogy nem tudjuk a hőmérsékletet szabályozni benne, hanem hát amikor nagyon süt a nap, akkor nagyon süt a nap, amikor meg kevésbé, akkor ugye a folyamatok azért lelassulnak. Úgyhogy ennyi. Aki tudja, azt tegye meg. Meg ugye van egy ilyen praktika, nem tudom a kedves hallgatók mennyire
ismerik azt, hogy ugye, ha például fűszernövényt szeretnél szárítani, akkor nyugodtan, ha nem sajnálod az autódat, akkor ott a műszerfal fölé nyugodtan tedd oda, és akkor a napon, és tényleg nagyon hamar megszárad minden. Tehát sok mindent ki lehet próbálni, én úgy gondolom, hogy érdemes kísérletezni. Egyébként akkor nagyon jó illata lesz az autónak. Egy jó darabig. Az biztos. Nem igen. Kell légfrissítő. Mit érdemes asszalni? Milyen gyümölcsöt? Hát én azt mondom neked, hogy majdnem szinte, amink van, azt érdemes kipróbálni. Én rengeteg mindent asszaltam, nagyon-nagyon finom az eper, nagyon finom a megy, minden fajtája. A cseresznye azt egy picit nehéz ugye a magtól leválasztani az azért, főleg ezek a ropogós fajták, ha ilyen magvaváló, akkor lehet. Nagyon-nagyon finom még a szilva is, akkor a körte, alma, fantasztikus. Mondjuk a ribizlit azt nem feltétlen ajánlanám, hogy ribizlit kellene asszalni, de például a faeperet, azt nagyon-nagyon ajánlom, hihetetlenül drága egyébként, ha valaki úgy szeretné megvenni, akkor azt is érdemes. A paradicsomot említetted? Fú, hát az fantasztikus, a paradicsomot, a paprikát, akkor például érdemes, ha valaki ilyen ételízesítőt szeretne csinálni. Mi csináltunk például, amikor volt a medvehagyma szezon, akkor medvehagymát, petrezselymet, sárgarépát, mindenféle zöldséget lehet, és akkor ezeket akár porítani tudjuk, vagy kis darabokba, és fantasztikus lesz így az íz. Ez a maga az asszalás. Gombát például nagyon-nagyon finom, nagyon jól lehet tartósítani, és amikor télen beledobjuk a levesbe, akkor fantasztikus lesz. De hát ugye a gombával azért vigyázni kell. Érdemes megnézetni a gombát gombaszakértővel, vagy ha valakinek van ilyen végzettsége, csak akkor. Ha erdei gomba. Így van, ha erdei gombáról van szó. Tegyél magadért. Ez a Naturi Podcast. Most a darabosaiktól menjünk egy kicsit a folyékonyak felé. Sokan ivólevet is elraknak ilyenkor. Nemrégen volt a bodza virág szezonja, amiből előszeretettel készítenek szörpöt. Mi igen. Például egyik évben levendulából készítettünk szörpöt. Uh-huh. Miből érdemes, vagy hogyan rakhatunk el akár ilyen inni valószerűséget? Hát ez egy csodálatos világ, meg kell, hogy mondjam neked, mert szinte mindenféle gyümölcsből lehet ilyen frissítő ital készíteni, és nagyon-nagyon jó, hogyha ilyen van a tarsolyunkban, és érdekes módon még nem kell hozzá brutális mennyiségű cukor sem, úgyhogy nagyon-nagyon kevés cukorral lehet, vagy akár aki használ mézet, ilyen kovászokat készíteni. Mi például most gyömbérből csináltunk gyömbérkovászt, és ugyanúgy, mint a hagyományos kovászokat, minden nap etetni kell, képzeld el. De mi van a gyömbér mellett? A gyömbér mellett egy icipici, vagy egy pici cukorral, vagy egy pici mézzel eteted, illetve minden nap egy kis tisztított vizet is kell hozzáadni, és ez egy fantasztikus, egy ilyen indító lé lesz belőle, amiből frissítőket lehet alkalmazni, és lehet az is, hogy ebből a kovászból, ebből a gyömbérkovászból, ebből beleteszel akár tisztított vízbe, beleteszel gyümölcsöket, ami éppen van, akár még fagyasztott gyümölcsöket is. Tehát most ne csak a mostani időről beszéljünk, hanem egész évben lehet ilyen italokat, ilyen úgymond fermentált italokat készíteni. Nagyon-nagyon egyszerűek. Tehát én ajánlom mindenkinek, hogy érdemes kipróbálni, mert hogy fantasztikus hatása van. És például, hogyha van egy ilyen alapunk, akkor bármilyen gyümölcsünk megmaradt, akár csak pár szem, akkor tegyük be egy befőttes üvegbe, öntsük föl egy kis tisztított vízzel, tegyünk hozzá valamilyen pici kis édesítőt, mert ugye arra szükség van, és utána lezárjuk ezt az üveget, és szépen ott fog nekünk dolgozni, és pár napon belül már lehet fogyasztani. Ezt a gyömbérkovászt például 5-7 nap alatt készítettük el, és most van egy ilyen úgymond
indítunk, és ebből tudunk oltári mennyiséget csinálni, és képzeld el, milyen finom, egy citromkarikával, vagy egy narancskarikával, egy kis mentával, és már is ott van a természetes frissítő, amit a pocakunk is meg fog hálálni. Fontos egyrészt a folyadékbevitel, másrészt egyáltalán nem mindegy, hogy mit iszunk. És ilyen üdítőket lehet házilag csinálni. És tudod, mi az érdekes, hogy ami talán az egyik nagyon fontos dolog, mert mindig felmerül, hogy és ez nekem mennyibe kerül. Igazából ez nagyon olcsó. Mert egy pár deka gyümölcs kell hozzá, egy kis víz, valamilyen. Azt mondom neked természetes, tehát ne ezeket a mindenféle édesítőszereket használjuk, hanem akkor már igenis használjunk esetleg egy jó minőségű cukrot. Abból úgyis olyan keveset fogunk meg, hát azért kell, hogy a baktériumok meg tudják enni. Átvitt értelemben feldolgozott formába fog az a cukor hozzánk jönni. Tehát fillérekből tudunk egészséges frissítőket készíteni magunk és a családunk számára, és akkor nem kell ezeket az nagyon cukrozott, tartósítószeres szörpöket megvenni, amik ugye azért ezt a klassz kis vércukorliftet fogják eredményezni. Hogyha valaki ilyen nyári időben elmegy a bevásárlóközpontokba, szupermarketekbe, akkor látja azt, hogy ők is rámentek erre a tartósítós vonalra. Rengeteg befőző üveget lehet venni, különböző tartósítószereket. Igen. Nem mondom, hogy milyen vegyi anyagokat, befőttes gumit, meg celofánt, meg stb. Tehát, hogy nagyon sokan tesznek el ilyenkor savanyúságot. Említetted az előbb a fermentálást, ugye az itallal kapcsolatban, is, illetve azzal is, hogy ti rengeteg fermentált terméket készítetek itt. Hogyha valaki otthon megpróbálkozna a fermentálással, akkor mit mondaná neki, hogy hogyan álljon neki? Hát ez a világ egyik legegyszerűbb dolga, mint ahogy itt szoktam mondani, a naturinál szinte minden egyszerű, tehát én nagyon szeretem ezeket az egyszerű, természetes módokat. Igazából szükségünk van egy friss zöldségre, tehát ha lehet, akkor tényleg friss legyen, ne olyan, ami már ott kókadozik a hűtőbe két hete, mert abból inkább valami ragút csináljunk, vagy egyebet, de a fermentálásra már nem biztos, hogy ajánlanám, és só kell. Tehát igazából leszeleteljük azt a zöldséget, besózzuk, és egyszerűen beletesszük egy befőttes üvegbe. Általában attól függ, hogy mekkora üveget használunk, és mekkora az a zöldség mennyiség, amit el tudunk tenni. Érdemes az üvegbe egy olyan egyharmadnyi, tehát azért egy olyan jó két ujjnyi legyen fönt, hogy legyen helye dolgozni magának a zöldségnek. Tehát ugye, hogy az edényt kétharmadig töltsük meg, igen, a körülbelül. Ha kell, akkor tisztított vizet is öntsünk rá. Ugye kétféle módja van a fermentálásnak, vagy az van, hogy magát a zöldséget sózzuk be, tehát a leszeletelt zöldséget sózzuk be, és azt egy picikét így beledörzsöljük, és utána rakjuk bele az üvegekbe, vagy pedig egy felöntő lével, tehát egy sós felöntő lével öntjük le. Ezt mindenkinek ki kell próbálni, hogy melyiket. Én az első variációt szeretem jobban, nekem úgy jobban átjárja, hamarabb indulnak be a folyamatok, ha besózom magát a zöldségeket, de mindenki ismeri a kovászos uborkát, ugye, amit meg tudunk csinálni, most jön a szezonja, ugye, aki gluténmentesen szeretné elkészíteni, az nem kenyeret tesz bele, hanem bár ugye már vannak a gluténmentes kenyerek is, én például krumplival szoktam csinálni. Nagyon-nagyon finom, és pár nap alatt elkészül. Azért arra felhívnám a figyelmet, hogy az igazi fermentált zöldségeknél ugyan pár nap után már termelődnek a jótékony baktériumok, de azért a fermentálásnak a folyamata, tehát a teljes folyamat, amíg lezajlik, az olyan 3-4 hét, tehát ezt érdemes kivárni. Van egy gyors fermentálás, amikor egy ilyen 2-5 nap alatt, ha már ilyennel rendelkezünk, azzal is nagyon jót teszünk magunknak, ha nem tudunk várni annyit. Képzeld el, mi még most fogunk kibontani olyan uborkákat, amiket tavaly nyáron tettünk el. És mondtam, hogy most már itt van a friss uborka, úgyhogy most már megbonthatjuk azokat az üvegeket, és csak egyszerűen sóban tettük el. Milyen teendőnk van itt a napok alatt, amíg fermentálódik a zöldségünk, és kell-e tömöríteni, mikor belerakjuk az üvegbe? Ez nagyon attól függ, hogy ugye milyen üveget is használunk, milyen mennyiségekről beszélünk, mi hordokba csináljuk, és igen, ott tömörítjük. Tehát fontos, hogy tömör legyen, fontos, hogy ne a tűző napra tegyük ki a zöldségünket,
és arra is figyeljünk, hogy azért ő ott dolgozni fog. Fontos, hogy őt akár sziszegtessük is. Tehát, hogy kupakot szedjük. Igen. Na most sokan ilyenkor azt szokták mondani, hogy hát itt azért különféle illatok meg szagok vannak, tehát azért a családtagjai néha kiszekálják az asszonyt, hogy hűha, és erre már külön helység is van, akinél van meg stb., de azért úgy gondolom, hogy pocakunk azért meg az egészségünk megér annyit, hogy néha kicsit többet szellőztetünk esetleg, és mindenképpen érdemes egy tálcát alá tenni, hogyha véletlenül kifutott, mert annyira aktív volt a folyamat, akkor ne ott a pult, meg ne ússzon minden. Tehát erre érdemes figyelni. És hogy mit lehet fermentálni? Hát szinte mindent. Érdemes a gabonáktól kezdve, vagy az álgabonákat is fermentálni, tehát akár a kölest, a kinoát, a rizst is lehet fermentálni, a borsótól kezdve a káposztáig. Nagyon sokan például félnek a káposztának a fogyasztásától, holott pont azok az összetevők, amik ugye a felfújódást okozzák, azok egyszerűen a fermentálás alatt lebomlanak, tehát nyugodtan ehetjük, már pedig a káposzta egy nagyon-nagyon egészséges. És azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon vagyunk, egész évben kapható a káposzta. Tehát én nagyon szeretem azokat a zöldségeket, amiket folyamatosan tudunk fogyasztani. Nagyon fontosak. Én úgy gondolom, hogy mi azért ne sárkánygyümölcsből akarjunk fermentált italt készíteni, mert az egyrészt marha drága, másrészt meg nem biztos, hogy mindenhol kapni fogsz, és sorolhatnám a dolgokat. Tehát, hogy azért, ha lehet, akkor a hagyományos zöldségeket merjük használni, és képzeld el még, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy azért nem mindenki szereti a zellert. Próbálják ki a kedves hallgatók a zellert fermentálva. Fantasztikus. Még egy dolgot kérdeznék. Ugye évelején beszélgettünk arról, hogy a szezon a medvehagymával indult, és ebből sokan pesztót készítenek, tehát olyan kencéket, amiket akár kenyerekre, krékerekre is lehet kenni. Miből lehet még ilyen, akár eltevés tekintetében, zöldségből, bármiből készíteni ilyen kenyérre valót, vagy hogy kell ezeket tartósítani, hogy tudjuk eltenni? Hát nagyon... Nagyon sokféleképpen lehet. Lehet, ugye szoktuk ezeket a pesztókat, mindenképpen nagyon jó minőségű olajat teszünk rá, és azzal zárjuk le. Tudjuk őket sűríteni, és ilyen különféle alma rosttal például lehet, vagy agar-agárral, tehát ez egy ilyen növényi sűrítőanyag, ezekkel is lehet rakni. Attól függ, hogy ugye milyen hosszan szeretnénk ezeket elrakni, ahhoz képest kell nekünk, de sóval is lehet egyszerűen csak ezeket a krémeket tartósítani, és amikor fel akarjuk használni, akkor majd természetesen higítani fogjuk őket. Vagy amiről még elég kevés szó esett, az a fagyasztás. Például mi is az egyik legkedveltebb pépünket, az olaszos kenyérnek az alapját, azt egyszerűen augusztus és szeptember hónapba készítjük el, amikor van nagyon finom, nagyon jó minőségű paprika, ami igazán finom, nagyon jó paradicsom van, és ott elkészítjük a pépeket, betesszük a mélyfagyasztóba, tehát ezeket ugye sokkolónak hívjuk, és nem kell ettől félni, mert hogy ez nem rossz, hanem ez nagyon gyorsan fogja a hőmérsékletet lehűteni, és nem roncsolja a sejtfalat, tehát ennek a technológiának ez a lényege, és fantasztikus ízvilágot meg tudja tartani. Tehát például így is tudunk tartósítani, és így például el lehet rakni akár a kis leveskockákat, vagy az üdítőhöz lehet eltenni kis jégkockákat, amit előtte egy kis citromot, narancsot vagy gyömbért tettünk bele, vagy akár egy szem gyümölcsöt beleteszünk, és marha jól fog nézni az italunkba. Tehát annyiféle ötlet van, és annyi lehetőség van, vagy a virágokat lefagyasztani, akár csak azt mondom, hogy önmagunknak. Mondtál egy jót, hogy gondolkodjunk előre, hogy mekkora adagokban fogjuk majd felhasználni. Igen. Azt, amit eltettünk. Hát tudnánk még erről beszélni, és szerintem nyáron vegyük még elő ezt a témát, majd mindig aktuálisan, hogy éppen mit érdemes eltenni, mert van olyan, amire még rá se kérdeztem, de lejárt az időnk. Igen. Úgyhogy hát Naturi Podcast-tel 2 hét múlva jelentkezünk újra. Addig is visszahallgathatjátok korábbi adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Naturi YouTube csatornáján. Ha elmondanátok véleményeteket, esetleg kérdeznétek vagy témát ajánlanátok, írjatok nekünk a podcast@naturi.hu e-mail címre.
szívesen vesszük visszajelzéseiteket. Legközelebb is vár mindenkit szeretettel. Glória és Tünde. Tegyél magadért. Ez a Naturi Podcast.